A város egyik újabb építészeti gyöngyszeme újult meg, jelentette ki a szerda délelőtti sajtótájékoztatón Görgényi Ernő. Gyula polgármestere ennek kapcsán emelte ki, hogy a hétvégén ingyenes programokat szerveznek, hogy a gyulaiak és a máshonnan érkezők együtt ünnepelhessenek. Fellépők szerintem színvonalas produkcióval fognak előállni. A legnagyobb érdeklődése szerintem Keresztes Ildikónak a jubileumi koncertje fog számot tartani. Lézershow-val kísért koncert lesz, Balázs Fecó lesz a vendég, szimfonikusok is fellépnek vele együtt egy nagyszabású showműsor keretében. Emellett népszerűnek számít majd Badár Sándornak a fellépése, aki stand-up comedy műsorral készül, másrésztről pedig vasárnap a gyereknapon is kiváló programokkal készülünk. A legismertebb fellépő Malek Andrea lesz, aki gyermekműsorral készül a gyulai gyerekek számára. Gajda Róbert arról beszélt, hogy a programok május utolsó hétvégéje lévén egyrészt a gyermekeknek szólnak, de nagy figyelmet fordítottak arra, hogy minden generáció jól érezhesse magát. Ennek részeként főznek magyaros ételeket, melyeket bárki megkóstolhat. Két szervezet fogja megtartani a rendezvényt, mégpedig gulyást fognak főzni, egy tál ételt 800 adagban, 6 órakor fog az ételek kiosztása kerülni, és nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt, aki szereti a magyaros ízeket, és szeretné megkóstolni azokat az ételeket, amit a megújult Göndöcskertben készítettek. A Göndöcskert megújításának egyik fontos része, hogy a Kohán kiállítás új épületbe költözött. A tárlat látogatottsága évek óta alacsony volt, most viszont olyan időszaki kiállítások lesznek e falak között, melyek biztosan növelik Kohán ázsióját is. Portás festők alkotásait, természetközeli képeket fogtok látni, vagy láthatnak az ide látogatók. Riprónaitól kezdve Gulácsi, Szőnyi István, Egri József alkotásaival ismerkedhetnek. Ezek a festmények még nem jártak Gyulán, és ebből rendszert és folyamatot szeretnénk megteremteni, és ősszel egy újabb szenzációs időszaki kiállítással szeretnénk megajándékozni a vendégeket. A Kohán képtár megnyitója szombaton 6 órakor kezdődik, a Göndöcskertet fél 9-kor adják át.